ezt a nyugodt időszakot ne csak én éljem meg, még élek így, hanem unokáink és azoknak az unokái is. Először is hadd mondjak egy ilyen évkezdési két mondatot, hogy mindenkinek sokkal, de sokkal jobb 2022-es évet kívánok, mint aminek részesei voltunk 2021-ben. Reméljük a velünk történt dolgoktól valahol már látszik alagúton a fény, úgyhogy ezt a dolgot letudjuk. De itt van egy másik dolog, ami közvetlenül érint minket, ugye, mert mai világban, amikor már bárhol legyen az a világon, az emberek tudnak róla. Egy olyan híráradat van, hogy valamit eltitkolni egyszerűen nem lehet. Valamikor üzenni kellett, hogy a harmadik faluba a Juliska néni jöjjön el, vagy várja a buszt, mert feladtuk neki a csirkét, a krumplit, vagy esetleg valami horgol dolgot, amivel meg akarjuk őtet lepni. Máma ez már nem létezik, és ugye itt van nekünk ez a forrongó dolog. A határunkon túl ugye van egy, ha jól nem tévedek, 86 kilométeres határunk avval az országgal, ami a szétesés után ugye önállóság útjára lépett, de hát bizonyos nyelvi problémáknak köszönhetően, a belső villongásoknak köszönhetően sajnos odafajult, hogy ma már majdnem nem hideg, hanem meleg háború közelébe kerültünk. Hogy ez mennyire lesz valós, azt majd az idő mutatja meg, és főleg ugye a mi korosztályunk számára, én is ugye már 72 éves vagyok, és hát bizony leéltük az életünket forró háború nélkül. De tessék elképzelni azt, hogyha itten kirobbanik valami, és mi nem vagyunk hozzászokva, hogy egy 100, 200, 300 ezer ember egy ilyen 49 ezer 36 km nagyságú kis országot ezek a menekültek ellepik. Ugye? Fölbordítanak mindent. El se tudjuk képzelni, hogy hova lennénk akkor, hogyha ezek az emberek, ugye, akik elsősorban is traumatizáltak, mert őnekik az életvitelükbe is beleszólt ez a valami, el kellett hagyni a házaikat, ingatlanaikat, és arra gondolnak, hogy mi lehet otthon, agresszió hevítettebb, és ezt kezelni kell. Ugye? És egyszerűen itten szerintem más megoldás nincs, csak a még ilyen kis országnak is mi vagyunk, maximális mértékben meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ezek a problémák diplomácia úton legyenek kezelve. Mi kis ország, amelyiknek nincs se tengerpartja, semmije, se olyan kincsei, amivel nincs olyan szerencsénk, mint az arab államoknak, hogy ott van a nafta, és gyakorlatilag nem kell csinálni semmit, mert eladják, most kapnak helyette bármit. Tehát menjünk vissza a témához, függünk, ugye? Függünk, a energiahordozóink onnan jönnek, és annélkül sajnos naftak velünk van csak, de az nagyon kevés arra, hogy az országot ellátja naftávú, vagy esetleg földgázú. Magyaroknak is van ott lent valami földgáz dolog, de akkor is importra szorulnak a földgázú kapcsolatban. Hát amennyiben mégis előfordulna olyas valami, amit én remélem, hogy kizárhatunk, de ha előfordulna, egyértelmű a dolog, hogy ez az emberek számára sok hatású lesz. Egyszerűen olyan valami lesz, amiből már csak a
társadalmunk 2-3%-a, 5%-a, nem tudom, ugye, él, akik még megérték a második világháborút. Tehát a többi nincs. Tehát ezek számára egyértelműen nagyobb, sok hatással fog bírni, ugye, mint a pandémia. Ugye, mert a pandémia azért az ott nem lőttek. De védelmi fegyver nincs. Minden lőfegyverrel lőni lehet. Még a védelmi fegyverrel is lőni lehet arra, aki támad. Tehát itt akkor olyan konfliktus, és milyen rétege jön be annak a társadalomnak, ahol ez a konfliktus létrejött. Milyen hatással lesz a itt élő emberekre, akik ilyenekkel az életükben még nem találkoztak. Hogy tudják azt elviselni, hogyha egy agresszió jön, jönnek, kilopják a házaikat, és így tovább. Ugye már munkahelyet esetleg nem találnak. Hogyan lehet ezt kezelni? Tehát ezért óriási felelősség az, hogy ilyes valami ne forduljon elő, mert ha előfordul, egyszerűen elképzelhetetlen, nem tudom elképzelni, hogy annak valami elfogadható lefolyása legyen, még akkor is, hogyha ezt nem szabad elfelejteni, hogy a mi közegünk és azon közeg, ahol ez a konfliktus zajlik, egy bizonyos nyelvi közelség van. Tehát ha jönnek, ugye, akkor nem avval jönnek, hogy tudom én, nem értik meg abszolút egymást, mert nincs két közös szó. De itt megvan ez, tehát ez lehet, hogy tompít, vagy lehet, hogy nem tompít ezen a problémán, de inkább ne legyen ilyen probléma. Azok az emberek ide turistaként jöjjenek, élvezzék ennek a tájnak a adott lehetőségeit, de az Istenért ne történjen meg az, mert egyszerűen előre láthatatlan, hogy mi történne abban az esetben. Biztos vagyok benne, hogy egy óriási stresszt, óriási tragédiát jelentene mindenki számára, hogyha ide egy visszatarthatatlan tömegbecső betódulna, ugye, amit nem lehet egyszerűen megtart, tehát bizonyos keretek között tartani. Ugye ezért fontos az, amit mondtam már előre is, hogy má pedig megtenni mindent annak érdekében, hogy erre ne kerüljön sor. Én azt szeretném, hogy ezt a nyugodt időszakot ne csak én érjem meg, még élek így, hanem unokáink és azoknak az unokái is. Azt szeretném, hogy a felelős politikusok megfelelő szinten tudnak tárgyalni, és elkövetnek mindent annak érdekében, hogy ez a probléma megoldódjon. És azt kívánom a szlovákiai politikai elittől, hogy legalább itt, ha sok minden mást el is rontottak, legyenek józan eszűek, és tényleg úgy álljonak hozzá ehhez a konfliktushoz, mint egy felelős kisországnak kell. Ennyit szerettem volna elmondani.